Egy Dylan névre hallgató Papillon nyerte a Crafts nagy díját vasárnap az angliai Birminghamben. A Papillon egy francia társasági kutyafajta nevét pillangószerű füleiről kapta. A világ legnagyobb kutyakiállításán 220 kutyafajta, összesen 20 ezer egyede szállt ringbe az elmúlt 4 napban. Dylan gazdája, Kathleen Rosens azt mondja, hogy sikeres együttműködésük záloga sok szeretet, és persze az, hogy mindig van egy kis csirkehús a zsebében. Ezt a brit versenyt Charles Craft alapította 1891-ben. 1991 óta Birminghamben tartják, március elején. Mára nem csak a kutyák, hanem az őket, még inkább gazdáikat kiszolgáló iparágak seregszemléje is.